Horgos központjában is gyűjtik az aláírásokat annak érdekében, hogy a szerbiai hatóságok kezeljék a migrációs válságot. Minden nagykorú személy aláírhatja a petíciót. A szerb kormány felé több kérést is megfogalmaztak, egyebek mellett a déli határvédelem megerősítését követelik, vagyis, hogy a migránsok ne is juthassanak be Szerbiába, másrészt pedig szállítsák el és tiltsák ki őket a lakott településekről, és hozzanak létre zárt befogadó központokat. Csak az a baj, hogy elviszik őket, aztán meghozzák vissza a taxisok. Ön egyébként aláírta már azt a petíciót, amit... De majd alá fogom írni. Itt a újságosnál lehet. Alá fogom írni, igen. Mit szeretnének elérni ezzel a petícióval? Hát tűnjenek el, menjenek haza. Hát mit akarnak itt? Se dolgozni nem szeretnek. A Horgos-Röszke közúti határátkelőnél várakozó külföldiek nem hisznek a szemüknek, milyen látvány fogadja őket. Egyeseket közülük is megrémít a szabadon sétáló migráns csoportok látványa. Itt közvetlenül a Horgos-Röszke közúti határátkelőhely mellett található az egykori martonosi határrendőrség kiürített igazgatósági épülete. Ezt nagyjából 3 évvel ezelőtt ürítették ki, de hivatalosan még mindig a rendőrség tulajdonában van. Ennek ellenére odabenn az illegális bevándorlók egy valóságos sátortábort alakítottak ki. Martonos központjában nyugalom van. A Holt-Tisza és a Tisza erdős részébe azonban senki sem merészkedik be. Stábunk ott járt, akkor is arab nyelvű beszélgetés hallatszódott az erdőből. A töltésen állva, amely 250-300 méterre van a magyar határtól és 100 méterre a folyó partjától, Horváth Gergely, a martonosi helyi közösség elnöke kiszúrta, hogy a migránsok őrszeme figyel. Hozzátette, ismét csónakokkal próbálkoznak Magyarország területére jutni. Megpróbálják azt az időt kihasználni, mikor a folyami határőrök elmennek Szegedre beváltani a magyar fél, addig az időre, tehát azok, akik az ember csempészek, mint horgászok, átszázzák magukat a szerbiai oldalon, és utána belendülnek, azt a 15-15-20 percet kihasználják. Amikor a rendőrség begyűjtötte őket, lövések hallatszódtak, fel vannak fegyverkezve, tette hozzá Horváth Gergely. Személyesen is láttam, mikor a hátizsákból kilógott a Kalesnyikovnak a csője. A martonosi helyi közösség elnöke még egyszer arra figyelmeztetett, nem érdemes kockáztatni és bemenni közéjük az erdőbe, mert felbecsülni sem lehet, mennyien lehetnek.